Na jó reggelt kívánok! Na végre! Végre, hogy itt vagyok. Mindenkinek boldog új évet kívánok, aki nézi, meg aki nem nézi. Azt is. Na ide figyelj, te bornyúfejű lakatoszőkkel. Engemet mertét a százra venni. Azzal a kapafogaddal, te majom. Miért nem fogod fel, hogy nem vagyok beléd szerelmes? Ezt fog fel, hogy te kivel állsz össze, mivel még semmi közöm hozzá nincsen. Én csak olyan indulatból mondtam neked, hogy azt a nőt ne nézett hülyének, mert itt még nagyon nagy baj lesz. Erre számíthat minden, akivel beszéltem éppen. Szia, üdvözöllek, boldog új évet mindenkinek. Délután még bejelentkezem. Úgyhogy ennyi egész. Ott a tapik. Kusztinak mutatom meg, ahogy elpattam, te csók. Direkt átjöttem ide ez az oldalra. Tapikot el sem látni, Huszti. Úgy beszéltél tegnap, mint a Huszti beszélt volna, a lakatosi baja. Szerelmes a nap a holdba. Igen, ezt tudom mondani. Az az idős nő, sajnálom, nem mondom ki a nevét. Mert beszéltem valakivel, mondta, hogy nem mondjam ki a nevét, nem mondom ki. Megértem, neki is hallgatok rá. Ő is kitette a Facebookra tégedet, nem Facebook, YouTube-ra, ez a hölgy. És mondta Lala, nem mondj ki a nevét, nem mondom ki. Hallgatok rá mindenben, mert okos hölgynek tartom. Tessék, itt van. Hogy mehetette még Lindát is a százra venni? Az annyit itt még drogosnak mindenek te hordott. Mi volna egy drogos? Mert te iszol? Te iszol és meg drogozol is. Ott van fent a YouTube-on fent. Hogy Huszti neked belekavar valamit a ásványvízbe. Ilyeneket találták ki. Senki nem hiszi el. Neked az ásványvízben az arany botka van. Meg te nem csaltad meg Husztit? Hűséges vagy? Erről beszélhetünk a hűségről. Huszti kint volt a kertben. Az is fent van a YouTube-on. Ott volt egy fiatal csávó, ott van bent a YouTube-on, meg lehet nézni, nem tudja, akkor is jobban ki az okonja. Nem is tudom, azt nem, ezt tette fel, meg én is feltettem, mert a csávóval ott kefété. És azért tört ki a botrány. Akkor tört ki, nem én végettem. Én független ember vagyok, annak udvarlok, akinek én akarok. Érted? Hogy kinek udvarlok, neked semmi kezed. Annak udvarlok, meg annál próbálkozok, akinek én akarok. Én kihez legyek hűséges önmagamhoz? Lakatosi baja. Ha? Te beszélsz a hűségről? Nekem van egy hölgy, akinek udvarlok, kurva nehéz. Küzdök érte, harcolok érte. Megszenvedek érte. Nem mondom ki nevét, Lakatos. Mert még a szádra veszed. Nem ide tartozik. Érted? Ha mit gondolsz magadról, te majom? Hol a részeg, mert tegnap este is be voltál rúgva. És neked a tyúkjaid engem meg akarják csatornát. Nem fogják tudni, mert nincs miért. Nem beszélek csúnyán, Facebook szabályzatnak. Meg hozzá betartom, YouTube szabályt betartom. Akkor mit jelentenek? Te majom. A tyúkjaid meg van egy nő, majd eszembe délután járásomba elmondom. Hogy mersz te engem hókuszpóknak nevezni? Hogy énekelj ennek a hókuszpókot. Hát mit gondolsz, te csúpság? Megnézted, ki vagy? A csúnya vagy, ha te a világon nő, akkor se kéne. Már eszembe jut a neved, kimondom majd neved délután. Én megyünk ott van. Ne kezdjék ki velem, üzenem neked. Előre mondom. Ezt teszem fel amúgy is YouTube-ra. Ez az élő videómat. Délután, most a hány mászik, hát buli volt, szilveszter, fiatal. Hogy mellettem én Lindát, bocsáss meg, Lindát felzom a nevedet. Oszikám, jó reggelt kívánok, boldog új évet kívánok neked, az egész családodnak, mindenkinek. Ha te ez a majom kapapogő nő, le is tiltottam, de fogom látni. Látlak, ibolya. Letiltottalak, de legalább nem küldöd nekem a hangfajokat. Jó, mondtam neked, azt a hölgyet ne szídítsed. Ezt is úgy tette fel, hogy hazugság-e vagy nem hazugság. Bocsáss meg, ezt felzom a nevedet. Nem tudni. De ennek jó vége lesz, nem lesz biztos. 100%. Ilyeneket csinálsz. Ez semmi kezem hozzá nincsen. Én nem ítélem el azt, hogy valaki az egy neműeket szereti. Legyetek boldogok. Mi nem viszed magadhoz, hogy miért nem költözkedel hozzá? Hány adásomban mondtad már Csusztinak az ütését, meg a belését nem bírod? Ott van a kampaj, kirakjam?
Kirakom, lakatos, tiltottalak. Én nekem még egyszer hangfajokat te küldjél. Csak így fogod meglátni, Huszti állandóan a YouTube csatornámba tesi, mit teszek fel, nem vagy letítva. A Szukanyik Nóra nevébe annak a fiatal embernek üzenem, mert Nóra olyan helyen van, hogy nem lehet Facebookodni, semmit nem lehet csinálni. Egy tiltalak, mert láttam, feliratkoztál erre a csatornára is, mert a másikról letiltottalak. Én itt is tiltalak, üzenem neked. Tiltás lesz apukám. Érted? Mert nem a Nóra tette ki ezeket a csúnya dolgokat, hanem te, édesapukám, elkaplak, mert tudom, hogy ki vagy, szétverem a szádat. Vagy fenyegetésnek. Megértetted? Lakatos üzemben kedden vissza is mondtam, valakivel beszéltem az RTL klubból, ajártalak volna tégedet, így nincs ajánlás. Majd ott a tyúkokra kéne kezd, az asztalna otthon. Érted? Republik számokat. Más nem tud, csak republik. Érted? Majd este délután lesz élőadásom, járnyalat nem kötöm fel, hazamegyek, beveszem a gyógyszeremet. Ennyi. Megértetted? Husztika, ott volt a smárolás. Érted? Huszti, ott volt a csókolózás. Ennyi az egész. Mert bent a TV stúdióban, amikor te kint ültél a gyerekkel. Te már úgy beszéltél lakatosokban, mint a Huszti tanított volna be. De minden lényegtelen. De ugye a baj lesz ebből. Azt az asszony sajnálom. Ez nem játék. Semmi közöm hozzá nincs a magánéletet. Ez valóban. Nincs közöm. De kidobnak mindig. Ha az a nő még egyszer hozzám, olyan hozzászólást csinál, kiteszel, ki lesz repítve anyukám. Mi az, hogy hókuszpók, meg a húpikék, törpikéket rakjak be? Milyen, hogy te hogy nézel ki, te csúpság? Megnéztelek. Te bizonyos ajadék. Egy olasz cigán vagy, polyák. Orci. Olyan csúkjaid vannak, hogy szemmé szebbek. A pályájáléve fiatal korában csinos nő volt. Az van kitéve, kimondott csinos nő volt, nem bántom, miért bántsam. Hát most, hogy neki meghalt a gyereke, kínjába ebét meg, persze. Jó volt is szegény, már most néha megissza, jó teszi. Én nem tudnám túlélni a gyerekem, meg ha Istenő, nem bírnám. Ilyen szülő. Meg te nem a gyerekedet sajnálod, lakatosi baja. Pészt, nincsen zsozsó. Amit kaptál a gyerek után. Árvaságító kezem minden meg lett posztva. Családi pótlék, minden. Ez nem a kisfiadat. De mikor elvitték a gyerekedet is, azt mondtad állandóan az élő videódban, hogy jaj, már három napja nem ettem semmit. Az evészete járt a fejed, annyit teszem, mint a ló meg iszol. Te gidisztárs vagy. Te csúlya kapa, mehetsz Ukrajnába kapálni fogaddal. Csúpság. Ki a faszomnak kérdezte? Nekem nem. Megértetted? Nekem nem kell lesz. Más szeretek. Lindáról meg jobban leveszed a szár kezedet, mert annak a körmés tisztább volt, alatt, ha volt egyáltalán piszok, mert nem volt rajta. Egy kurva tiszta, csinos nőről beszélek. Azt, hogy nem bírja a piát, belugott, kész ennyi. Nem bír, de nem mindenki te, hogy alkoholista vagy, bírod. Hócészegre isztad magadat. Most Isten a pészek voltál. Te mondod, nem iszol. A Linda szegény nem bírta, persze bepiázott, kész. De úgyis volt megbeszélve, két napra jön fel is hoztam, lementem érte. De te érted, nem mennék egy tapottat se, nem érném meg. Érted, mit mondok én neked? Nem érném meg, hogy elmenek érted. Hiányzik, ki a prasztak kérnék te. Egyedül lennél, lakott a szigeten lennék veled, akkor se kérné. Hát hogy nézel ki? Hogy nézel ki, mint egy férfi? Azért se elvesnek benéd a sok rők. Érte, éppen valakivel bezéltem este, mészelem, mert hogy nem mindegy férfi, baseball sapka, nem mindegy férfi. Úgy ismertelek meg lakatosimban, hogy véletlenül adott be a Facebook. Akkor volt a szakítás nekem a Tinával, az élettársammal.
Facebook aztán beadott magától. Aki az a nő bíznos szakmá meg én, még jó is énekeltél akkoriban. De már most annyira el vagy szállva magadtól, hogy egyre szállam. Nincs két életem. Más nem tudsz, nincs két életem, beleírni magad, nincs két életem. Istenké, republik. Ott puncsolnak neked a puncsolók. Ha? Lesz még olyan husztival összevesz velekedtek. Hogy ennek jó vége nem lesz, az biztos. Kusztika. Mindenkinek kívánok boldog új évet. Még a művésznőnek is, még mindenkinek. A művésznő jól felmért tégedet, Lakatosi Baja. Jól felmért, okos nő az, nem buta. Hogy én nekem a rokonommal összeveszek, mert nem veszek össze a pikát, csak kész, rokonom. Ennyi. De te nem vagy. Nem is leszel. Te borgyúpörkölt. Ah, van mindegy nagy tábukta borgyúpörkölt. Te neked nem énekesnőnek kéne menni, hanem színésznek. Te színész vagy. Nem énekesnő vagy. Ah, van mindegy borgyú, mindegy tábukta. Szegény Husztit sajnálom azt az embernek, idegileg kicsinálod, bazd. Hiába Huszti engem baszogat nekünk, mit tudom én. De akkor is Husztinak jobban hiszek, százszor, mint neked. Vett tudomásul. Nincs már a lovett, elfogyott a lóvé. Ha, miről beszélünk? 14 vagy 13-án hordják a kártyásoknak, 13-14-én van rajta a pénz, így valahogy. E hónapban, körülbelül két hét. Lesz a nyugdíj Husztinak. Nagyon hogy zabálhatsz pénzéből. Hülyére veszed azt az embert. Érted? Ne kezdjék ki velem, Lakatosiból, ajánlom neked. Ne kezdjék ki velem. Nem olyan helyen kereskedem. Ott a trafik Huszti. Tessék. Látom, trafik alatt álltál kint a gyerekkel, Husztikkel. Husti! Husti! Te Mártin szálkát akkor hagyod-e? Hagyod ott. Majd én kifestem magam apácának. Soha. Jó is, jó kénye, Husztinek a pénye nem szereti soha dolgozni. Még a munka mutatom, most néztem a videóidat, mutattad a kezedet. Tanulod, nem. Össze-vissza lesz Magdalban a pálinkás üvegtől. Nem Huszti csinálta. A Huszti nem csinálhatta, ráfogtad. Minden félének lehortad. Ott van. Minden fent, gyerekek, nézzétek meg YouTube-on. Miket mondott a Huszti? És ez igazat mondta. De azt találtad ki kamuból, Huszti kidolgozott a kertbe. Te meg kefétél a csávóval, fiatal gyerekkel. Ennyi. Te beszélsz hűségről? Nekem nincsen senki független ember vagyok. Hogy én kinek kurvallok? Semmi között hozzá nincsen. Érted? Érthető? Független ember vagyok. Annak kurvallok, akinek én akarok. És az annőket szeretek, akik meg kell küzdeni. És ezért megküzdök. Vett tudomásul. Nem szeretem az annőket, aki egyből fekszik. Azt mondom neki, hogy jöjjön összefekszik. Nem szeretem az annakat. Meg kell küzdeni érte. És vett tudomásul Lakatosi Baja, az a kettő nap életem legboldogabb napja volt. Értető, amit mondok? Élőzek, elnézést kérek. Nem magamban beszélek. Úgyhogy, úgy volt megbeszélve, jó éreztük magunkat, kész, ennyi az egész. Neki is már a családja, kész, feljött, jó éreztem magát, én is. Nem volt élő videót, meg azért csináltam, hogy lássad, kiszaktettem meg egy nagyon csinos nőt. Nekem csúnya nőjén nem voltak, nézd meg a Tinát. Az csúnya volt? Nem volt csúnya. A Linda csúnya volt? Nem volt csúnya. Akkor miről beszélünk? Lakatos? Te az embereket hülyének nézed, de nézd meg a YouTube hozzászólást. Azt kell megnézni, utál mindenki. Lakatos vagy. Magaddal foglalkozzál, hogy a mocsoktól nem látod. Mert nagy kabálban live az a kiírott, hogy nem sokan live. Mint egy nagy híres énekesnő, mint a olajbaja énekes. Azt majd mondod, olajbaja. Hol jössz te? Hogy mehetsz bele fogni Kökény Attila számába? Kiteszek ebbe a YouTube-on? Azt mondtad, hogy a mikrofon nem jó volt. Mikrofonra fogtad rá. Csináltad egy élőadást, mikor jöttem az a hével. Azt bejelezték nekem Lakatos élőben, mert engem baszokat. Be volt kapcsolva a mikrofon. Ott van, kiteszem. Ott kellett volna megmutatni, amit tudom.
Azért néztem rá, hogy ránéztem, hogy mit csinál zenő, a műsorvezetőre. Tomira. Kiváló zenész, ő volt a műsorvezető. Isten, az volt a gondolatom, már meglássátok, meg felteszem megint YouTube-ra. Itt kellett volna bizonyítani. Kiteszem? Lakatosszóba, megint. Itt kellett volna bizonyítani. Televízióba. Nem a barátnőjének. Érted? Az akkor úgy nézek, hogy német tisztelte kivétel, mint egy férfi. Majdnem mindegyik tisztelte kivétel, most mondom, a csúkait közül. Majdnem mindegyik úgy néz ki, mint egy férfi. Hát mi nő beszélünk? Akik puncsolnak meg, olyan beszél, YouTube-nak jelenthetik. Olyat nem csinálok. YouTube-nak megfelelően beszélek, csúnyán nem beszélek. Pedig mondhatnék csúnyán, de nem beszélek. Úgyhogy le vagy títva, Lakatosi Baja, és így fogsz látni YouTube-on keresztül, amúgy nem látsz semmit se. Títottalak a csatornámról is. Nem, a csat hülyeséget, a Facebookról títottalak. Nincs elég, hogy nekem hajnali háromkor jött a hangfajad. Nem vagyok rá kíváncsi, nem vagyok rá vevő. Nem érdekel. Ennyi. Üzengetem másokkal, nem mondom ki a nevét, mindegy. Nekem nem üzengessék. Nem vagyok kíváncsi rád. Felfogtad? Nem vagy olyan szép. Valakinek tetszel a tyúkaidnak, te vagy a kakas. Kész. Kukorékol. Felvállaltad? Vállalt fel. Legyetek boldogok. Mi köszön van hozzá? Csak azt a hölgyet sajnálom, mert baj lesz ebből. Érted? És ez, én több emberrel beszéltem tennap este a Facebookon. És mondták, mindenki mondta, hogy ebből nagy baj lesz. Tessék, ott a trafik, kuszti. Úgyis mindig azt eszem, hogy mit csinál. Nem tiltalak le a csatornámról. Könnyen megcsinálhatnám, ha tiltalak, mert ezeket semmit ne lássák. Nem tiltalak. A YouTube-on is lehet tiltani valakit, ne lásson semmit meg. Nem tiltalak. Azt tudja, hogy mindenki. Egy Facebookon, hogy számítok, hogy olyan tök hülyék vagytok, mint a tűzé. Én nekem, mikor először megvette a lányom a laptopot, 10-12 éve. Facebook az már, nem is értem, azt sem tudtam, mit nyomjak meg. Megtanultam. Túl jó. Néztem, mert azt csinálják én mondom, Istenké. Nem érdekelt engem. Felneveltem becsülettel a két lányomat. Lakatosi Baja. Elvittette ide ma? Gyámügy. Nem vitte el, mert rendesen neveltem őket. Haha, hoppá. Házszor a élőadásodban kimondtad te azt, hogy ütvel. És jogosan mit el a gyámügy meg a gyereket tőled. Jogosan. Mert a gyerek nem, jó helyen van a gyerek. Nem látsz, hogy senki ötték, belekedtek. Nem kell téged se féteni. És nem csak Huszivel, hanem te ismered a Husztit. Elő van itt szó. Mit sajnálok? Ha meg megver, jó teszi. Igaza van. Oknéki nem ver meg téged az ember. Normális ember, most is azt mondom, Huszti normális ember. És ő mondja meg az igazat, mikor mérges Huszti. Megmondta az igazat. Helyesen. Neki boldog új évet kívánok Husztinak, de neked nem Lakatos Baja. Semmit nem kívánok. Azt kívánom, mindig így állok. Ennyi. Na majd délután tanálkozunk gyerekek, délután nem csinálok élőadást, mert elhagyom alszik. Nem küldtem fel, felmegyek, megregedézek, beveszem a gyógyszer. Főzöm, nem kell, maradt kaja bőven, kérzelni az egész. Puszolok mindenkit, és mindenkinek boldog új évet kívánok. Művésznél, Pikás művésznél, neked is boldog új évet, főleg, te rendőr jogú műsorvezető voltál, és itt kérek tőled bocsánatot. Nyilvánosan. Úgyhogy, te kollégám vagy, rokonom, mit mondjak? Te jól felmérted mindenkinek a helyzetét, te nem vagy tanul. Ez az igazság. Megmondod a frankót. Na, puszolok mindenkit, sziasztok, ezt megosztom, nem törlöm ki. Teszem fel YouTube-ra. Szép napot és boldog új évet kívánok. Sziasztok!